Ha be van kapcsolva? Nem mindegy. Sziasztok! Ja, nem láttatok még kengurut soha. Vagyis hát félig kenguru, félig kutya igazából. Lehetnének hívnak. Egész ideig tengettem az életemet csak úgy, így a saját kis kuckomban, de nem igazán éreztem késztetést arra, hogy megmerjek nyilvánulni a világ előtt, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezen változtatni fogok. Mostantól, ami körülöttem zajlik, ami velem történik, azt megosztom veletek. Úgy bizony. Úgyhogy támadt ez az ötlet, ami belevágtam. Nos, szeretek videójátékokkal és zeneszerkesztéssel foglalkozni. A videójátékokhoz egyik kedves kisbarátom itten, az én kis gyönyörű szép 3DS-em. Úristen, ez zillog! Már sajnos merülőben van szegény, de így néz ki. Le van matricázva, azért egy picit másabb megszokottnál. Nagyon jól lehet rajta másokat üzenetből piszkálgatni. Lehet egymásnak leveleket írni benne. Lehet játszani, adatokat cserélni, minden. Frankó kis gép, imádom. Aztán zeneszerkesztés. Abból is mindjárt bevágok nektek egy kis zenét. Sok videójáték remixet csinálok. Aztán hátul van egy Nintendo 64, van azon kívül egy Super Nintendo-m is. Meg hát ugye a számítógépem, amit szeretek játszani még. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy az életem apró kis vonásait így bemutatnám így időnként, vagy ami éppen történik velem, arról beszámolni. Hát mivel ez még csak így az első ilyen nyilvánulásom, így ezt majd legközelebb. Ha történik valami velem, akkor azt majd elmesélem. Facebook. Facebook. Ilyen fogok halni. Zabáljatok be. Se jó nagy pocakotok lesznek nekem. És nem leszek ilyesek. Na egyelőre mára ennyi szerintem. Majd még legközelebb mesélek dolgokat, hogyha érdekel benneteket. Addig is még válaszolok néhány nézői kérdésre. Na, és akkor következzenek is a kérdések. Jóna nevű felhasználó kérdezi, ti kenguruk napi hány órát boxoltok? Az összeset! Molest kérdezi, egy 10-es skálán melyik a kedvenc színed az ABC-ből? 4,3C! Valenda kérdezi. Szia, azt szeretném megkérdezni, hogy hiszel-e a babonákban, avagy a lélekvándorlásban? Hát, hosszú gondolkodás után arra jutottam, hogy nem! Legalábbis a lélekvándorlásban nem túlzottan, de a babonákban azért egy picivel jobban. Ne értsetek félre, nem vagyok babonás, de ha elindulok otthonról, és valamit otthon felejtettem, azért mégiscsak elgondolkodok azon, hogy megéri-e visszafordulnom. Köszönöm a figyelmet!